Tehát a maga projekt több mint 20 km kerékpárút, ami a Duna bal partján, a töltés koronáján húzódik Komáromtól Karva községig. A projekt teljes költségvetése 2,2 millió euró, ami a résztvevők, vagyis Komárom városa, Komárom és Karva közt elterülő 5 dunaparti település, valamint a wellness szálló között oszlik meg. Ez a projekt 2014-ben szeretnénk, hogyha meg is valósulna, tehát gyakorlatilag maga a kerékpárút is elkészülne. A mai tárgyaláson arról tárgyaltunk, hogy az összköltség önrésze, illetve az áthidaló hitel költségei milyen arányban oszlanak meg az egyes résztvevők között, vagyis Komárom városa, az 5 település, valamint wellness hotel Paton milyen részt tud magára vállalni ebből a teljes költségből, ami körülbelül 110 ezer euró, vagyis a 2,2 millió eurós összköltség 5%-a. A tárgyalás nagyon konstruktív volt, egy kiinduló javaslatot tettünk, amit most majd minden község polgármestere a saját képviselő testületével megvitat, és eldöntik, hogy tudják-e vállalni, vagy mekkora részt tudnak ebből vállalni. Ezen kívül minden alkalmat megragadunk, hogy a régióban, közelebbi, távolabbi régióban akár a kerékpárt szerető, kerékpársportot szerető és támogató, akár az idegenforgalomban érdekelt vállalkozók, beruházók, amennyiben szeretnének, vagy tudnának ebben segíteni a községeknek, hogy az önrészt és az áthidalás költségeit biztosítani tudják, mindenkit nagy szeretettel várunk, és minden segítségre szükségünk is van, és minden segítséget nagyon hálásak is vagyunk. Miért tartják fontosnak ezt a befektetést? Miért pont bicikli út? Ebben a régióban, itt Komárom és Párkány között most már hosszú ideje nagyon komoly gond a munkanélküliség, és a közeljövőben a kilátásaink sem sokkal jobbak. Ugye itt hagyományosan a mezőgazdaság volt az, ami a munkahelyek többségét szolgáltatta, és ami a családokat eltartotta. A mezőgazdaság eltartó képessége jelentősen csökkent az utóbbi időben. Az pedig, hogy itt ipari park, vagy bármilyen ipari beruházás, termelő beruházás, amely komolyabb anyagmozgatással, szállítással jár, ez sajnos nem túl valószínű, mivel a Duna miatt egyrészt egy oldalról gyakorlatilag zsák települések vagyunk, az úthálózat állapotát itt mindannyian ismerjük, nem megfelelő egyszerűen nagyobb mennyiségű áru szállításra, illetve autósztráda sincs elérhető közelségben. Csak a magyar oldalon lenne, de a Komáromi híd nem alkalmas szintén teherszállításra. Ezért a mi igazi tőkénk az a természet, a Duna maga, a helyi bortermelés, bor, és ezt csak is a turizmus felélénkítésével tudjuk kihasználni, és hosszú távon ebből tudunk majd munkahelyeket, bevételeket teremteni a régióban.